Azért gyűltünk össze, hogy arra emlékezzünk, miért is építenek templomokat az emberek, és hogy megköszönjük elődeinknek annak a gyönyörű templomnak a felépítését, ahol ma együtt ünnepelhetünk. Így fogalmazott a 60. Szent Adalbert templom hagyományos templombúcsúján elhangzott szentbeszédében Snell György püspök, a Szent István bazilika plébánosa és a Szent Jobb őre. Amióta ember él a Földön, és rádöbbent arra, hogy az egész léte esedékes és kontingens, függő, akkor megismerte az ő Istenét, és kezdettől fogva templomokat épített számára. És nem csak az Isten, de önmaga számára is építette ezeket a templomokat az ember, hogy egy szent helyen kapcsolatba léphessen az Istennel, hangoztatta a püspök. Hozzátéve, miért van szükség a modern időkben templomokra? Azért, mert az imádságra elkülönített helyekre mindig is lesz igény. Olyan csodálatosan szép egy templomnak az építése, amikor kijelölik, hogy hol lesz a templom, azt a helyet már is megáldják és lefoglalják, és az innentől kezdve megszentelt hely lesz. Aztán, amikor fölépül és elkészül a templom, annak a falait krizmával kenik föl, Isten erejét jelző szent olajjal, fölkenik az oltár a sarkait, a közepét, mert mindez direkt ilyen célra lefoglalt, elkülönített hely. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a templom az a hely, ahol az ég összeér a földdel, és a teremtő találkozhat teremtményével, hiszen itt az ember azon leghőbb vágya, hogy közelebb kerüljön alkotójához, végre beteljesülhet, szögezte le Snell György az összegyűlt hívek előtt.